ritkán látott motoros eszköz alattam, legalábbis itt kis hazánkban, mert ugye a kanadai favágók meg itt ott ezzel sokat használnak. A múlt heti adásban kipróbált géppel szemben ez a 800-as, ez méretében is, tehát nem csak lökettérfogatában és teljesítményében, hanem külső méreteiben is valamivel hosszabb. Vérpesdítő itt is a kétütemű motor, a teljesítménye bőven 140 lóerő fölött van, ezen kívül az összes kedvesség és extra, amivel föl van szerelve, az az, hogy a markolat, illetve a gáznak a ravasza is fűtve van, és pokoli gyorsulásokat lehet elérni még itt a hóba is. Vannak, és közben 140. Két ütemű lóerő tombol alattam. Ilyen nagyvonalúan, ilyen gyorsulás mellett még azért nem igazán siklottam havon. Azért uralni kellem a gépet, mert a göröngyök és a mély hó, ahogy váltakozik, hiába összefújta a szél, tehát elég erősen megdolgoztatja az ember kar és vállizmait. Na kérem szépen, most egy megfordulás következik, ami a hószárnál nem egy egyszerű dolog. Ne kell nyomnom egy gombot, ez megváltoztatja a motornak a forgási irányát, rá kell sípolni, alá szedem a sítalpakat. Tolatok. Megváltoztatom a motor forgási irányát mégpedig előre. Úgy, és nem fordul, innen is megmutatkozik, hogy nagyon nagy, tehát simán egyenes menetben is nagyon nagy fordulókörre és forduló átmérőre van szüksége a hószának, és ez még a hószánok közül így testre felépítése még a közepes. Tehát azt mondjuk, hogy a nem túl mély hóba való gép. Fékkar meghúzásával blokkolom a hernyótalpat. Nézzük meg, hogy mondjuk mennyi idő alatt érem el álló helyzetből a 80-at. Sikítok majd akkor, amikor ott tartok. 1, 2, 3 és majd! Most! Ugye nem tartott sokáig. Hihetetlen, az ember fehéret lát, ami tudja, hogy hó és csúszik. Motorosnak közellensége, autósnak nehézséget okoz, és mégis látom ezt a szép nagy fehér havat, ehhez képest olyan gyorsulásokat élek át, hogy ez ihaj. Hát ez a motoros szánozás. Higgyék el, jó játék!